A Magyarországgyűlés a trianoni békediktátum 100. évfordulóját jegyző 2020-as esztendőt a Nemzeti Összetartozás évének nyilvánította. A Protestáns Újságírók Szövetsége már ennek jegyében szervezte meg őszi média műhelyét Révkomáromban, melyen a külhoni, illetőleg a határokon átívelő kommunikáció módozatait vették górcső alá, különös tekintettel a protestáns tartalmakat közvetítő médiumokra. Abból indultunk ki, hogy szeretnénk föltérképezni, hogy milyen protestáns médiumok vannak az ország határon túl, magyar az anyaország határain túl, de az elszakított területeken, ott, ahol ugyanolyan magyarok élnek, mint mi, tehát a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Délvidéken. És nagyon örülünk, hogy azok a vendégek és előadók, akiket meghívtunk, mindannyian el tudtak jönni, hiszen tőlük várjuk, hogy számoljanak be gondjaikról, kérdéseikről, eredményeikről, és nyugodtan fogalmazzák meg azt, hogy ha tudunk valamiben segíteni, akkor tudjuk, hogy mi az, amiben segítséget várnak tőlünk. Adja mindenható Isten, hogy fölülről jövő bölcsességgel tudjuk azt a békességet szolgálni a kommunikáció összes eszközével, amelyik az evangélium jegyébe sok-sok képletes és sok-sok valóságos határt átível, és a nemzetünknek szívét, lelkét megérintve nemzetünknek egy erősebb közösségét teremti meg, vagy legalábbis ehhez a nagy projektumhoz a magunk módján mi is hozzájárulunk. Média táplálékon élve nem leszünk jó egyháztagokká. De az egyház lelki táplálékaival élve lehetünk, sőt, csak így lehetünk jó médiafogyasztókká és tudatos felhasználókká. És így lesz megnyugtatóvá a média hatásokról átitatott környezetünkben Pál apostolnak a szava, azt pedig tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Így kívánok Önöknek, mindannyiójuknak tartalmas együttlétet, Isten gazdag áldását, Isten hozta Önöket Komáromban. Ezen a protestáns média konferencián sikerült megtalálni a választ a címre, miszerint kiért szól a harang? Mindegy, önkért szól, akár határon belül, akár határon kívül vagyunk, és azért is kell a harang szóra figyelni, mert ezt mindannyian értjük. Bármelyik vallásnak követői vagyunk, vagy csak rokon szenvezünk, vagy csak érdeklődünk, de értjük, amikor megszólal a harang, hogy mit jelent. Mert fölmerült itt a különféle rádiók, illetve a televíziók bemutatkozásánál, hogy azért fontos kérdés az, hogy milyen réteget, milyen korú, milyen foglalkozású réteget érdekel a szolgáltatással. Én arra biztatok mindenkit, illetve azért is kérdezek mindig erre rá, hogy próbáljanak találni hallgatóságot, olvasó közönséget, érdeklődőt maguknak. Ne féljenek dönteni ebben. Van, aki úgy dönt, ugye Vajdaságban hallottuk, hogy mindenkinek szólnak, mert úgy vélik, hogy ez a szó ott eljut, ez a szó, ez egy rádió, televízió, vagy éppen egy online, eljut sokakhoz, ezért sokféleképpen kell szólni. Van, ahol hallottuk, hogy egy bizonyos korosztálynak, mert önstílusú műsort választanak. Szerintem itt protestáns emberként ezt újra érdemes gondolni. Lehet, hogy nálam van a gondolat, nálam van az üzenet, még a tudás is, ahogy ezt tovább kell adni. De vajon tudom-e, hogy kinek? Azt nem azt mondom, hogy újra kell tanítványokat keresni, mert az nagyképű, hogyha így mondom, de azért jól körbe kell nézni, hogy kik legyenek azok, akiknél biztos, hogy az én szavam célba ér, az valamit elindít. Erre biztatok most itt mindenkit. Én úgy gondolom, hogy nem válaszokat kerestünk, hanem inkább megosztottuk véleményeinket, nézeteinket, főleg a keresztény újságírással kapcsolatban. Sok mindenről esett szó. Én úgy gondolom, hogy azért vagyok itt, mert keresztény újságíró vagyok. Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen közösségbe lehetek, ahol a munkánkkal szolgálni tudjuk azokat az embereket, akik az Isten gyermekei, vagy az akarnak lenni, vagy akik ezt az életmódot vagy formát választják. A nemzeti identitás alakításában van felelőssége az újságírónak, a keresztény újságírónak? Egy keresztény újságírónak mindenképpen van felelőssége a kereszténység szempontjából. A nemzeti identitás szempontja az már egy plusz,
főleg, ha egy magyar újságíró, és főleg, hogyha Kárpátalján magyar újságíró. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk Kárpátalján, hogy mi magyarul végezhetjük a munkánkat egy keresztény közösségben. Gondolom, hogy ezen munkánkon keresztül megpróbáljuk a kereszténységet és a magyar identitást erősíteni az emberekben, azokban, akik ott maradtak, akik ott akarnak maradni, akkor is, hogyha nehéz a gazdasági helyzet, ha háború dúl az országban, ha nincs védőoltás az éppen aktuális járványokra, és akkor is ott maradnak. Gondolom, hogy van még bőven feladatunk, és Kárpátalján kell maradnunk.